Ez a egyházi Egyetem Tuzson János botanikus kertjének egyik színpompás rózsája, ez a tábla pedig azt mutatja, hogy a rózsakertben hol és milyen virágokat láthat az érdeklődő. Több különleges fantázia nevű rózsa is van, például Mohács, Júlia vagy éppen Kaszanova. Polianta, talajtakaró, teahibridek, floribunda rózsák találhatók meg itt a botanikus kertben nálunk, több mint ezer tővel, ez több mint 130 fajta igazából a folyamatos virágzást az biztosítja nekik, hogy a tavaszi fővirágzás után egy másodvirágzásra lehet őket azzal késztetni, hogy visszametszük őket szakszerűen, ezáltal a következő rózsaszirmokat fognak majd bontani, és egészen a fagyba átáig virágoznak. A rózsák labirintus alakzatban helyezkednek el, a kert közepén pedig egy emelvény helyezkedik el, a színpad esküvők és fotózások kedvelt helyszíne lett az elmúlt években. A legtöbb virág intenzív illatú, azok szírmaiból általában lepárlás útján rózsavizet vagy rózsa illú olajat készítenek. A rózsák pár nap múlva lesznek a legszebbek, hiszen már tart a másodvirágzás, ám jócskán akad még olyan rózsatű, amely bimbós vagy frissen metszett. A Nyíregyházi Egyetem Tuzson János Botanikus Kertje kettől péntekig 8-tól 16 óráig van nyitva, szombaton pedig 10 órától 18 óráig látogatható a kert, és így a rózsalabirintus is.